Ismét kiegészíti a családellenes arc óriás plakátot a mi hazánk mozgalom, mert a szülői szereppel kapcsolatos nehézségekről lehet és kell is beszélni. Azonban a tudatos gyermektelenség ideológiáját szolgáló magyar gyermekek megszületése ellen kampányoló, tehát magyar ellenes propaganda nem elfogadható. Ez nem művészet, hanem reklámhordozó propaganda felület, mely ráadásul olyan hazugságokat állít, hogy mindig piszkos ruha, vagy kinyomja a szemed, tehát olyan dolgokkal azonosítja az anyaságot, a gyermekvállalást, ez a propaganda plakát, amely egészen egyszerűen nem valós. Tehát nem csak, hogy káros, de nem is igaz. És mindezt teszik akkor, amikor soha ilyen kevés gyermek nem született Magyarországon, mint tavaly. Idén pedig tovább csökkent a termékenységi ráta. Budapesten a 40-es éveiben járó korosztálynak már a 32 ának nincs gyermeke, és nagy eséllyel ezután a kor után már nem is lesz. Ebben a helyzetben 13 millió forintot költenek az adófizetők pénzéből a DK fővárosának minősülő Újbudán erre az arc óriás plakát kiállításra. Mi viszont szükségesnek tartottuk, hogy Dúró Dóra vezetésével átragasszuk a családellenes, gyermekvállalás ellen kampányoló hazuk plakátot, az anyaság valós értékét bemutató szavakkal, mint például a gondoskodás, a szeretet, az áldás, a jövő. Érdekes, hogy eljárás, büntető eljárás is indult a plakát felülragasztása miatt, holott például országgyűlési választási kampányokban teljesen bevett, és nem szokott eljárás indulni akkor, amikor akár a mi választási plakátjainkat egészítik ki bármilyen ellenvéleménnyel. A véleménynyilvánításnak helye volna az ellenvéleménynek is normális esetben, és a rendőrségnek nem ebben az ügyben kellett volna nyomozást elrendelnie és fellépnie, hanem például az elvileg tiltott LMBTQP propagandával szemben, viszont szemfényvesztés az a gyermekvédelmi törvény, amely mellett úgy tűnik, hogy mégis kint lehetnek, mint például a plakát mögött is látható egy keresztény is minősíthető házi áldás, ahol egy leszbikus jelenetet látunk a megszokott konzervatív házi áldás képe helyett. A Mi Hazánk mozgalom szükségesnek tartja ráirányítani a figyelmet a katasztrofális demográfiai helyzetre, melyben az egész államháztartás összeroppanása is fenyeget. Éppen ezért egy 15 pontos megoldási javaslat csomagot nyújtottunk be Ormán Viktor miniszterelnöknek írásbeli kérdés formájában. A mostani akciónkkal arra is szeretnénk rávilágítani, hogy kitiltották még a kormánypárti médiumok is a gyermekvállalásra buzdító hirdetéseket. A szülői szerep méltatása sérti a gyermektelenek érzékenységét. Ezzel az abszurd indokolással, a demográfiai katasztrófa helyzet ellenére, vagy éppen azt leplezve, kitiltották tehát a kormánypárti médiumok a gyermekvállalásra buzdító hirdetéseket, melyet az Anyaország Alapítvány egyévi képviselő jövedelemem felajánlásából finanszírozott volna az óriás plakátok mellett, melyek viszont megjelenhettek januárban és februárban is szerte az országban. Ezek a itt is látható társadalmi célú hirdetéseink a Legférfiasabb dolog az apaság, a nők legnagyobb dicsősége az anyaság, a gyermek áldás e, alcimmel megjelenhettek egyébként az Új Ember és a Keresztény Élet, valamint a Hetek és a Világ Magyarsága lapszámaiban, továbbá a Nagycsaládosok Országos Egyesületének újságjában és a legolvasottabb jobboldali hírportálon a kuruc.infon is, viszont letiltották, a kormánypárti Magyar Nemzet, a Mandiner, a Reformátusok lapja és az Orbán Viktor feleségéhez köthető két más folyóiratban. Utóbbiban annak abnormális indokolása szerint tekintettel kell legyenek a gyermektelenek érzékenységére is, ezért pénzért sem hirdetheti a szülői szerep fontosságát ilyen plakátokkal és valódi társadalmi célú hirdetésekkel a civil anyaország alapítvány sem. Soha olyan kevés gyermek nem született Magyarországon, mint tavaly, ez pedig tovább romlott idén. Ezért a kormány szégyen az, hogy az is, hogy állami pénzből, társadalmi célú hirdetések helyett csak kormánypropagandát látunk óriás Napi politikai harcok mentén, jellemzően depressziót okozva, sokszor gyűlöletkeltő módon, pedig inkább a gyermekvállalási kert fokozása volna egy valódi társadalmi célú cél. Ezért idén folytatni fogom Társadalmi célú óriáspakát kampányomat a magyar gyermekek megszületése érdekében, majd egy újabb üzenettel is. Továbbá a sikeresen lezajlott nagycsaládos fényképpályázatom után, melynek jelszava a legtöbb miadható egy gyereknek a testvér. Tehát ezután hamarosan egy kismama szépségversenyt is hirdetek, fénykép pályázaton hasonló módon, mert szeretném bemutatni a legszebb női hivatás, az anyaság szépségeit, hiszen a gyermek áldás.